Egy kis volumenű, lokális tehetségkutató nem sokat számít, azonban ha ez rendszeres és több lépcsős, a kezdő zenekarok komoly támogatást és mentorálást tudnak szerezni, hogy fellendítsék karrierjüket. Ezért hívták életre az Öröm a Zene tehetségkutató sorozatot. Az országos versenyből idén eddig Pakson és Pécsen, szombaton pedig Nyíregyházán mutatkozhattak be a zenekarok. Ez a 15. évadunk, és hát itt a Klub Hollywoodban is vagyunk már, vagy 5-6 éve. Igazából az előző évadokban azért voltak olyan pillanatok, amikor meglepődtünk, tehát egészen elképesztő tehetségekkel találkoztunk. Közülük sokan ma már ott vannak a top mezőnyben, szóval bízom be, én mindig úgy indulok neki, hogy remélem megtaláljuk a következő évek leghíresebb zenekarait. Nem csak nyíregyházi zenekarok érkeztek a megyei fordulóra, több formáció például budapesti székhelyű volt. A tehetségkutató ezért arra is hivatott, hogy olyan előadók mutassák meg magukat, akik később rendszeres visszatérői lehetnek egy-egy városnak. Találtam olyan zenekart, nem is egy olyan előadó művészt találtam. Bizonyára ti is tudjátok, hisz dolgoztatok is velük, az Estenden zenekar az egyik, vagy éppen Tokajból Puruszki Tamás, aki akusztikus gitáron és egy szál énekkel olyan produkciót csinált, hogy a hátunkon felállt a szőr. Az Öröm a Zene tehetségkutató sorozat nyíregyházi fordulóját az EGRI Trampur zenekar nyerte, így ők jutottak be az országos döntőbe.